A jobb képminőség iránti igények sosem csillapodnak, ez pedig mi sem bizonyítaná jobban, mint az OLED panelel felszerelt tévék és monitorok egyre növekvő térnyerése. Ha viszont már egy tévéért is sokkalunk 300-500 ezer forintot kiadni, szinte biztos, hogy nem egy kisebb méretű monitorra fogjuk rászállni ezt a pénzt. Itt jön képbe a kedvezőbb árszabású LED technológia, ami az OLED panelek kikapcsolatú háttérvilágítását és jobb HDR teljesítményét hozza el a megfizethetőbb szegmensbe. Ez mind remekül hangzik, de hol a buktató? Az EOC Gaming Q27 G3 XMN monitor segítségével pontosan ezt derítem ki. Tartsatok velem! 2 k 180 Hz, 27 szól, rugalmas állíthatóság, mineled, valamint Display HDR 1000. Röviden ennyit tud az EOC VA panel felszerelt monitora, de ha csak ennyiről lenne szó, ez a videó valószínűleg el sem készült volna. Akkor mégis mit teszi különlegessé? A szívű kalibrálás? Magas kontrasztarány? Vagy talán a kedvező ár? Nagyjából mindezek együttese, ugyanis az EOS egy olyan komplett megoldásban egyesítette ezeket a tulajdonságokat, ami nem sokkal drágább, mint egy hagyományos LCD monitor. Na de mi is ez a MiniLED? Ez egy átmeneti megoldás a hagyományos LCD és az OLED között, ami az utóbbihoz hasonlóan kikapcsolja a háttérvilágítást, a jobb kontraszt és a mély a szín eléréséhez annyi különbséggel, hogy a panel ezt pixelek helyett zónákra osztva teszi meg. Összesen 336 LED bújik meg a panel mögött, vízszintesen 24, függőlegesen pedig 14 zónára osztva. Egyetlen zóna hozzávetőlegesen 11 ezer pixelt foglal magába, ami elsőre ugyan soknak tűnhet, de ha a két k panel 3.686.400 pixeléből indulunk ki, akkor már nem is tűnik ez olyan vészesnek egy zóna egyszer egy hüveg területű, oldalanként 108,8 pixellel, ami varázslatos módon a monitor pixel sűrűségét határozza meg. Az oled ellentétben a színeket nem különálló apró RGB ledekkel állítják elő, hanem fehér háttérvilágításból különböző polarizációs és fényszűrő rétegek segítségével. Itt megjegyezném, hogy az Európában forgalmazott Q27 G3 XMN BK egy kicsit eltér az ázsiai piacon elérhető változattól, ugyanis hiányzik belőle a kvantumtott réteg. Ettől függetlenül a monitor színreprodukálása így is kiváló. A gyárt egy kalibrálási bizonylatot is mellékel, ami alapján az idén áprilisból legyártott monitor a népszerű szinterek közül a P3 97,8%-át, az Adobe RGB 94,3%-át, az SRGB-nek pedig a 99,8%-át fedi le. A mini LED legnagyobb előnye az oled szemben, hogy nem tud beégni, hiszen a fényerőszabályozást nem organikus anyagok feszültség alapú stimulálásával érik el. Sőt, a drágább megoldással szemben itt az 1000 nit-es fényerő eléréséhez sem kell trükköznie a gyártónak. A monitor VA panelja már alapból 4000 hez statikus kontrasztarányt ígér, ami a HDR mód mellett ideális esetben 38000 hez arányba bővül. Az oled -el ellentétben ez nem végtelen kontrasztot eredményez, de érzete nincsen túl távol attól. A legjobb felhasználói élményhez viszont így is több dolgot be kell állítanunk. Engedélyeznünk kell a HDR-t, az autó HDR-t, konfigurálnunk kell a HDR teljesítményt a Windows HDR kalibrátorral, vissza kell állítanunk az SDR gammát 2,2-re egy gitHubos szoftver segítségével, sőt a kimeneti tartományt is 10-bit korlátozott módon kell hagynunk. Erre még kitérek később, hogy miért. Ha mindez megvan, a HDR és az SDR képminőség is közel színhű lesz. Ez eddig mind szép és jó, azonban az élményre néhány negatív tényező is hatással van. Egyrészt a monitor firmware nem frissíthető, és ugyan a nálam járt példány 1.4-es változatával nem voltak gondok, a régebbi 1.3-as verzióból érkező monitoroknál sokan enyhén vöröses árnyalatú képalkotásról számoltak be, amit csak a videókártyák illesztő programen keresztül lehet kiavítani. A 180 Hz-es képfrissítés és az adaptív szinkronizálás papíron nagyon jól hangzik, azonban a VA panelek hajlamosak, enyhe ghostingra, még magas képfrissítés mellett is, ráadásul a bekapcsolt adaptív szinkronizálás ellenére is jelentkezhet kisebb tearing. Egyes mérések szerint bekapcsolt HDR esetén a kiesteltetés is 1,8 8 millisekundomról, akár 30 millisekundomra is megnőhet. Ez soknak tűnhet, de a gyakorlatban ez engem nem túlzottan zavart. Korábban említettem, hogy a kimeneti tartományt korlátozni kell. Ennek pusztán az az oka, hogy teljes tartomány esetén a tesztgépben használt RX 970 XT videókártyával bekapcsolt HDR mellett a rendszer időnként 5-8 másodpercre lefagy. A hibát valószínűleg az AMD driveré okozhatják, és amíg a javítás nem érkezik meg, érdemes elkerülni a kellemetlenségeket. Ácsi, megvan a hiba forrása, és nem az AMD driveri voltak. A problémát sanszos, hogy a Windows 11 egy kisebb limitációja okozza, ami oknál fogva egyszerűen a rendszer nem képes a HDR 1000 feletti fényerőt kezelni, nagyjából semmilyen monitoron. Ebből kifolyólag, hogyha bármikor a Windows HDR kalibrátorába beállítjuk mondjuk a HDR 1000 feletti értéket, a rendszer ki fog fagyni 5-8 másodpercre, akár altabolunk, akár ablakot váltunk, akár monitorról monitorra mozgatunk bármit. Szóval, hogyha valaki el akarja kerülni a hibát, akkor érdemes a HDR-nél a maximális fényerőt 1000 vagy 1000 alatti értékre beállítani. Innentől kezdve, hogyha ez a feltétel teljesül, akár korlátozott módon használjuk a kimeneti tartományt, akár teljesen semmilyen probléma nem fog fellépni. És most térünk vissza a videóra. A G3XM-en legnagyobb problémája mégis a fényudvar jelenség, ami leginkább akkor észlelhető, hogy egy adott fényzónánál kisebb vagy nagyobb objektumot kell megjeleníti a panelnek. Ilyenkor egy vagy több zónák is be kell kapcsolni egy időben, és az objektum körül egy enyhe, halvány fényudvar keletkezik a lokál dimming beállításoktól függően. Alapvetően a gyári érték hájra van állítva, ezt azonban, hogyha csökkentjük, akkor elveszítjük az OLED-hez hasonló kontrasztarányt. A fényudvar jelenség még így is kevésbé észlehető egy VA panelnél, mint egy nagyobb zónaszámú IPS monitornál. A felvinnaló zónák miatt a monitor enyhe vibrálásra is hajlamos, ez viszont teljesen egyénfüggő, hogy kit mennyire fog zavarni. Aktív HDR mód esetén a monitor fő beállításai zárolásra kerülnek, így a local dimming fényerőn, a képkocka szinkronizáláson és az egyes bekapcsolható OSD elemeken kívül más dolgot nem tudunk megváltoztatni. Most, hogy a fontosabb részletekkel végeztünk, beszéljünk egy kicsit az EOS monitor dizájnjáról is. A 24-szoros kijelző egy fekete műanyag burkolatot kapott, amit alul két oldalt, hátul pedig a felső sarokpontoknál egy-egy piros díszít vastagságra kifejezetten combos, és a tömege sem elhanyagolható, hisz állvány nélkül 5, állványal pedig 7 kilót nyom. A vételpas állvány lehetővé teszi a döntést, forgatást, valamint a magasságbeállítást is, ráadásul még egy kábelvezető nyílásra is rendelkezik. A monitor beépített tápegységet használ, csatlakozások tekintetében pedig kettő darab HDMI, egy DisplayPort 1.4, valamint egy fejhallgató kimenet is található rajta. És milyen élmény használni? Egy szóval, káprázatos. Valódi HDR képességeivel a Q27 G3 x en ezenítet is meghaladó fényereje szó szerint vakító. Ha viszont sötét jeleneteket nézzünk filmekben, vagy az éjszaka leple alatt próbálunk lopakodni észi akkor ember legyen a talpán, aki ekkora kontraszt mellett meglátja a sötétben megbúvó részleteket is. Egyszerűen a valódi HDR élmény nagyobb látványjavulást eredményez, mint egy költséges videókártyacsere. A kétkás felbontás a Full HD monitorokhoz képest minden részletet tisztábban jelenít meg, még a 180 Hz-es képfrissítés se teszi a gyorsítanú játékokhoz. Összességében engem hibái ellenére is lenyűgözött az EOSI monitora, kedvező 130 ezer forint körüli RC-dolójával pedig csak ajánlani azoknak, akik megfizethető, mégis lehengerülő HD élményt keresnek. A tezben szereplő monitort köszönöm az EOSI képviseletének, akik nélkül ez a videó nem jöhetett volna létre. Végszóként szeretném megköszönni mindenki figyelmét, én Balázs voltam, hamarosan pedig újra találkozunk. Addig is, sziasztok!